Na jó estét mindenkinek, én Kovács Pali vagyok, és ebben az új videóban egy retro kerékpárt fogok nektek bemutatni. Ma sikerült megvennem. Itt a 10 kerületbe volt meghirdetve. Mondta a nő, hogy hát most mind a kettő defektes így a kerék, meg rossz, úgyhogy a veszek hozzá új belsőt, meg külsőt, akkor körbe is mutatom nektek. Régi üléssel, régi csomagtér vagy csomagtartó, régi pedál, milyen szépen kedvenc színem a kép, kék, egy kicsit ilyen fiúsabb. Itt van a régi lámpa. Itt van a régi csengője. Hát be WD-40 eztem, mert szorult meg minden, és most ez szól, működik. Úgyhogy itt van a, látjátok, a régi fékkart. Úgyhogy nekem tetszik. Hát majd veszek hozzá, nem tudom, lehet, hogy levették azt a, pedig úgy rajta volt ez a fehér kis szerszám táska, de mindegy, azt hittem, hogy akkor rajta hagyják, és akkor új, mindegy, ez egy alaptartozék. Na mindegy, akkor vennem kell, mert hozzá egy ilyen táskát, kis ilyen szerszámos táskát, meg veszek hozzá hátsó lámpát. Hát így van a hátsó lámpa, úgyhogy majd veszek egy másikat, de rajta van a régi prizmája. Működik a csomagtartó, majd ide rakok egy ilyen zöldséges rekeszt, vagy hát láda, vagy rekesznek hívják, de amúgy meg ilyenek jártak a nagymamák, ugye ebbe, hát énekkel jártak a templomba, a bevásárolni, meg mindenhová. Mondjuk ez egy francia retro kerékpár, de mindegy. Úgyhogy gondolkoztam, hogy hát most itt van a másik, csak most pihen egy darabig, úgyhogy majd ezt meg megcsináltatom, még veszek két gumit hozzá, meg lámpát, meg tasakot, meg minden. Még lehet, hogy veszek egy, mert látom, hogy az ülés is már hát szakad, meg minden. Normális ülést veszek hozzá. És akkor meg lehet, hogy veszek hozzá támasztót, vagy nem tudom, lehet, hogy nem. Úgyhogy hát már ennyit szerettem volna akkor bemutatni. Akkor vissza is rakom a helyére.
Akkor el szeretnék tőletek köszönni. Ennyit szerettem volna bemutatni. Én még itt van még egy ilyen névtábla, ezt még nem mutattam be. Mi ez, nem tudom. Nemes Tibor, Budapest. Hát ugye ennek a... Ezé... Francia... Erdőke kerülő út 23. Budapest 17. kerület. Nemes Tibor, lehet, hogy ennek a volt a biciklije. Tibor. Na, összejött a fókusz. Na, ennyit szerettem volna akkor már bemutatni. Ha tetszett a videó, akkor csapassátok a lájkokat. És akkor, ha holnap, ha jó, hát nem tudom, hogy most holnap, hogy esni fog-e, vagy nem. Úgyhogy lehet, hogy akkor holnap ugye kimegyek, csinálok videókat, meg lesz azt hiszem ugye éjszakai múzeum, az is lesz, mindegy. Meg vasárnap lesz a MOVE, a N19-esen ott is lesz, majd lehet, hogy csinálok videót. Na, addig is jó nyarat kívánok mindenkinek, és szép hétvégét. Én Kovács Pali voltam. Sziasztok!